21. alkalommal várták Bonyhádra a Tarka Marha fotópályázat műveit. A második éve nemzetközivé avanzsált kiírásra ezúttal 30 alkotó 236 képet küldött. A háromtagú zsűri azért azt várja, hogy mennyire jók a képek, és nagyon örültünk, hogy elég sok kiemelkedő kép volt, és ebből a háromtagú zsűri úgy döntött, hogy 75 kép falra is kerül. Egyébként hadd mondjam el a zsűri tagokat, Szabó Béla, ő fotoművész és Öttevényben él, Győr mellett, dr. Füller Imre, aki a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének a nyugalmazott ügyvezetője, illetve jó magam, mint az ötletgazdája a pályázatnak, mi hárman zsűriztünk. Több mint két évtizede elindított, évről évre meghirdetett fotópályázat rendre megihleti a hazai és a határon túli amatőr és profi alkotókat. A Magyar Tarka Marha, ami 1890-ben a bécsi milleniumi kiállításon első helyet nyert, és aminek kitenyésztése Bonyhádon történt, tehát még most 2023-ban is tud újat mutatni azoknak, akik nyitott szemmel járva, kamerakeresőn keresztül szemlélik az őket körülvevő világot. Ilyen éberlátással élő alkotóból pedig minden esztendőben szép számmal akad. Az elején magunk sem tudtuk, hogy mennyire lesz népszerű vagy felkapott a pályázat. Nekem onnan jött az ötlet, hogy egy juhokról kiírt pályázat is létezett Magyarországon. Egyébként azóta nem hallottam erről, lehet, hogy az már megszűnt. És nem tudtuk, hogy mennyire lesz felkapott, mekkora lesz az érdeklődés, de örülünk annak, hogy minden évben jönnek egyébként új pályázók is, de vannak visszatérők, illetve állandó pályázóink is, akiket már itt a kiállításon régi ismerősként tudunk köszönteni. A témája a pályázatnak a szarvasmarha, de ez egy elég tág fogalom így, és ebbe belefér nem csak a magyar tarka, hanem a szürke, a bivaj, nagyon sok a bivajtenyésztő most már, tehát ilyeneket is nagyon jól lehet fotózni, és mindig várjuk, hogy mit lehet újat hozni ebben a témában, a fotósok mit látnak. És az is fontos, hogy egy környezet, ha szép, az feldobja a képet, nagyon jól látható az állatok közötti kapcsolat, akár a gyengétség, a szeretet egy-egy boci felé, nagyon, nagyon jó ezt látni, akár az állatok és az emberek közötti kapcsolat. Tehát ezek, amik szerintem még úgy feldobják a képet. A zsűrinek tehát nem volt könnyű dolga idén sem. A több száz képből 75 került végül ki a tárlat keretében a bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ falára. Érdekes volt, hogy kettő veszprémi, illetve kettő székelyföldi díjazottunk van. Az első helyezett Frank Szabó Sándor, ő Veszprémből, a második helyezett Tordai Ede, ő Marosvásárhelyről. Ők egyébként már többször is pályáztak, sőt már díjat is kaptak nálunk. A harmadik helyezett szintén veszprémi, ő Cilher Márta, és a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének a külön díját Görbe György nyerte, ő is Székelyföldről, Csíkdelnéről pályázott. Egyébként öten pályáztak Székelyföldről, Tolna vármegyéből két pályázónk volt, egy bonyhádi és egy závodi, tehát azért a hazai pálya is megjelent a pályázatom.
A tárlat pedig augusztus 12-én fog nyílni 14:30. Egyébként a kiállítás már 11-től a Tarka Fesztivál első napjától látogatható egészen augusztus 31-ig. A tárlat tehát a Tarka Marha Fesztivál alkalmával nyílik meg. Érdemes ezeket a nem mindennapi képeket megtekinteni, ha arra járnak kedves nézőink.